Három, kettő, egy. Tavaly több mint 300-an vettek részt a gátfutáson Tiszabercelen, a legfiatalabb futó 3 éves, a legidősebb pedig 70 éves volt, de szép számmal voltak a megyén kívülről jelentkezők is, a legmesszebbről, Budapestről érkeztek. A vízügyi igazgatóság már 3. alkalommal szervezi meg a gátfutó versenyt a tiszabercelei műemlék szivattyú telepnél. 3 felnőtt távon indítjuk a versenyt, és az 500 méteres gyerektávon. Örömünkre szolgál, hogy most is egy sportszer forgalmazó áruház a főtámogatónk, szép ajándékokkal, és igazgatóságunk pedig kapcsolódó programként ajándékozza a résztvevő futógyerekeknek egy tiszai rövid hajókirándulást, valamint minden versenyző és látogató megnézheti a műemlék szivattyú telepet idegenvezetővel. A versenyen az idén 100 éves Magyar Hidrológiai Társaság tiszteletére egy ebből az alkalomból készített filmet is megtekinthetnek a látogatók. Csorbák Erika hozzátette, a vízügyi igazgatóság számára nagyon fontosak az ilyen jellegű rendezvények, hiszen ezzel hívják fel a figyelmet a vízügyi ágazatra, illetve az abban dolgozók munkájára. Ezt szolgálják a vízvilágnapi rendezvényeink, előadóülések, osztályfőnöki órák, a rajzpályázat, amit az idén is meghirdettünk, júniusban tervezzük a díjátadást. Minden lehetőséget megragadunk arra, hogy ismertebbé váljunk és vonzóbbá. És nem beszélve arról, hogy felhívjuk a figyelmet ezeken a programokon a vízvédelmére, a víz megóvására, a vízzel való takarékos gazdálkodásra, használatra. És szeretnénk megmutatni magunkat, hogy bennünket ne csak a vízkár elhárítással, az árvízvédekezéssel, belvízvédekezéssel azonosítsanak, hanem ismerjék meg a futók, a kísérők, a látogatók, a vízügyi igazgatóság dolgozóinak szerteágazó tevékenységét. A megmérettetésre a futóverseny kukacfetivizik.hu-n elektronikusan, illetve a helyszínen is lehet nevezni. Ebben az évben a verseny nevezési díjhoz kötött, ez a gyerekeknek 500, a felnőtteknek 1000 forint lesz.